Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Ájtlőrd vagyok, és egy vlogszerű, replészerű videóban találkozunk újra. És amíg én itt összeszerelőzök, elmondom a híreket, hogy mi van. Mert ugye csak változtak a dolgok, hát miért nem változnának. Nézem, hogy itt valakit zavarok egy közben, ugye, mert amúgy igaz, elismerem, sikerült a legrosszabb spotot kiválasztanom repülni, mert minden az ajba van, illetve, hát mondjuk az a rész ott még tetszik, és tudok itt, de nincs sok minden. Tehát tudok ott menni, az ajba, ott, és esetleg egy kicsit arrafele, de igazából semmi sincs, amit repülhetnék. És nem akartam oda lekínlódni az autót, mert a múltkor is majd felakadtam, és hát, na, értitek. Itt fogunk repülni, úgyhogy ez egy ilyen összevágott lesz, tehát fele repkedés, fele meg vlogolás, és hát ugye ez az első ilyen videó ezen a csatornán. Sajnálom, hogy nem a legjobb spot, viszont én úgy vagyok vele, hogy én nem akarom a repkedéseimmel az ottan lévőket, akik éppenséggel nyarolnak, kempingeznek, zavarni, mert elég hangos és elég idegesítő másnak, aki esetleg ezt nem élvezi, úgyhogy én mindig olyan helyet keresek, ahol senkit, de tényleg a kutyát nem zavarom, és ez pont egy olyan hely, csak sajnos nekem nem a legjobb. Na, a helyzet az, hogy megjött az alaplap, és kérdezhetnétek, hogy miért nincsen akkor live. Hát remélem, hogy itt nincsen most egy pásztornak ütölést hallottam, de ott lehet tudom, hogy vannak tehenek, nem mindegy. Azért nincs, mert nem jöttek még meg a ramok, és ram nélkül nem megy a gép, mert a jelenlegi ramjaimat is kukába vitte a gyárom. A videokártya működik is, a processzor azt sikerült letesztelni, a ramok sajnos nem. Az a helyzet, hogy sajnos, hát sajnos vagy nem sajnos, elmaradnak a nyári live-ok, mert az a helyzet, hogy beugrott egy nyaralás. A lánytesóm megkérdezte, hogy nincs-e kedved Ciprusba nyaralni, mert ugye hát tudta, hogy én nem megyek sehova. És hát mondtam, oké, de az nekem úgy out of budget, tehát pénztárcán kívül esik. Azt mondta, semmi probléma, ő a repülőjegyet fizeti, én csak menjek, és szórakozunk, ha úgyis rég látott, és akkor jelezkedjünk egyet. Hát ugye először volt egy olyan, hogy ma másnap induljak, hát mondom, hát figyelj, én ha megpusztulok, se tudok másnap indulni. Amúgy is egy nagy meszelés kellős közepén voltam, tehát a házat, amit felfordítottam, azt most fordítottam ma vissza, hogy rohadtul fáradt is vagyok, úgyhogy na. És nem tudtam volna sehogy se elindulni, úgyhogy az elmaradt. Mint közben rakom össze a drónt. És majd megegyeztük, hogy csütörtökön én repülök, és szeptember 2-án jövök vissza elméletileg, körülbelül a 2-a környékén. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a gép az meg lesz, de live-ozni nem fogok tudni. Amint egy kicsit bánok, hogy most itt kidobtam a lóvét a gépre, igaz, hogy köthettem volna ezt új gépre is, úgymond az új setupra, hogy arra áldozzak, de hát ez van. Minden nem lehet tökéletes. Úgyhogy most az a helyzet, hogy gyerekek, nélkülözni fogtok nyarára, de ki lenne az a hülye, aki nemet mondjon egy teljes nyaralásra. Hát persze, hogy senki se. Éppen ezért én el fogok tűnni egy kicsit, egy olyan 2 hétre, amúgy is elfér. Live-ozni fogunk esténként, mikor visszajövök, már még lesz egy kicsi szabadságom. Viszont amit viszek, az viszem a drónt, telefonomat, meg mindent, és fogok szerintem, ha nem is ott helyben, de fogok jelentkezni. Tehát meg fogjátok látni Ciprust dróntáblatból, meg fényképek, meg minden. Mert egy beszámolószerűséget szeretnék csinálni. Remélem, hogy lesz rá alkalmam, tehát hogy fogok tudni. Mert idegen ország, nem tudom, hát még egyelőre a repülőutat is ki kell találnom, hogy ezeket hogy tudom magammal vinni, mert ugye 10 kilót vihetek magammal, mert úgy egyeztünk, hogy menet akkor nem lesz pontja, az csak kézi. Szóval, ja, érdekes lesz az egész menet, de... Jó. Ez készen áll. Welcome to OpenTX. A távirányító is készen áll. Jól van, tudom, ne keresd, de már nincs meg. És akkor majd a végén egy montást, vagy több videót, szerintem nem a... Így, mi?
No, hát azok csak elhajtottak mellettem, szerencsére nem gázoltak rá a drónra, mert én idője felszálltam. Úgyhogy folytassuk a repülést. Megpróbálok azért egyet úgy, hogy közben beszélek. Anno úgy csináltam, hogy a mikrofont felraktam, és akkor felvettem, és külön összekombináltam, de hát ugye most erre egyelőre nincs lehetőség. Úgyhogy meglátom, hogy mit tudok a videóból kihozni. Remélem, hogy össze tudom annyira kombinálni, amennyire én akarom. Nem kell olyan sok vágás, de sőt, csak vágás kell, semmi egyéb. Ez miért van ilyen hátul? Itt a helyed. És akkor te hátul jössz. Ugye jól le kell fogadni az aksit, mert elgurul, és az nem jó. Na, az, amelyik új sztöppet rakok rád, mert ez is agyon van használva. Telemetry recovered. Az előbb szinte elvesztettem ott a drónt azon a felén, teljesen elment a látásom, tehát konkrétan elment a jel. Szerencsére fejlődtem és vissza, hogy túl lementem az aljába. Hát megesik. Sajnos ez egy ilyen játszma. És indulhatsz. Nem. Na most indulás. Csak a lencsém volt rossz helyen, mert ugye mozog sajnos ma. Eddig csavarka nem tartsa tökéletesen. De nem baj. Hello! Na nézzük, miből élünk. Hát ez szép. Szép kövér pávedlup. Nézem, hogy nem tudok proximity repülést csinálni. Hát nincs amignia. És őszintén szóval bele se akarok akadni semmiben. Ez is szép lett. Jóva. Ki az vágoknál. Egy Filip. Egy szép pavant. Van két fa. Hát ezt elrontottam. Voltam odalobb és uranok. Power loop, de. Túl közel van az erdő. Nem tudom, látszott a kamerában, hogy mennyire suhantál a drón, de nagyon megy ma. Megvágva talán jól mutat majd videón. Ugye az a baj, hogy ha nem itt vagy, nem látod, amit én csinálok, akkor nem élvezed annyira. Ugye képernyőn nem adja vissza ugyanúgy. És még azt nézem a videón, hogy nézne jobban ki. Ez már a felácsom, hogy már neki hazajöjjek. Hát ez veszélyes. Alig láttam két pixelt magamból. Pedig már mindjárt lába merül az aksi. Jön valaki.
hol? Cseppet meleg az aksi, de nem a világ vége. Telemetry lost. Tudjuk. 4 percet kihúztunk, 4:40-et belőle. Egész jó. Na de most jön az igazi. Ugye, utolsó aksi, nagyjából begyakoroltam, mi hol van. Úgyhogy itt most a telefont a zsebembe rakom, fülesbe, kedvenc zenebe, világ ki. Drónt fel az égbe, és élvezzük a naplementét. Na jó, nem igazán. Remélem valami időset össze tudok hozni, bár sanszos, hogy nem. De legalább valami élvezhetőt, igen. Ugye a másik aksikból is jött ki egy-két jó, meg tetszik, meg azt mondom, hogy oké, és ezzel már lehet valamit kezdeni. Ez igazán nagy durranás ebből lenne. Szóval... reméljük, hogy tudok valamit alkotni. Úgyhogy, sorry gyerekek, de folytassuk, mikor visszajöttem. Az az igazság, hogy én igazából zenére szeretek repülni. És elég hangos, szóval nem tudok közben mit mondani. És rá is kell koncentrálni. Mert... elég sok helyt szarul látok vele, sajnos. És emiatt, ha nem figyelek oda, könnyen a falnak adhatok. Most egy nagyon szírszaraksit rakok fel. Hát ezt is el kell járjam. Nem értem a ujjakat. Elvileg megjönnek szerdáig, remélem. Hanem nagy szarba leszek. És hát ja. Muszáj odafigyelni. Így sajnálom, de az a rész itt nem beszélem el, hogy mondjam úgy. És akkor ezt bedugjuk. Telemetry recovered. Telemetry lost. Telemetry recovered. Telemetry lost. Telemetry recovered. Jó. Remélem, majd nem akar senki rágázolni. Thank you.
Na, megvolt a repülés, csak hogy átvegyük. Én egész úgy tűnik, hogy szeptember 2-áig körülbelül Nikoszéjában leszek Cipruson kirándulni. Ha lesz időm, alkalmam, bejelentkezek még YouTube-on, ha nem, akkor szeptemberben kaptok egy kis összefoglalót, vagy több kis videórészletet. Remélem, hogy minden okés lesz. Mondhatnám, hogy ez egy bal szerencsés eset a csatorna részére, mert hogy nem tudok live-ozni, vagy nem tudok a szabadságon azzal foglalkozni, amit eltárvasztam, de az az igazság, hogy ilyen lehetőség sem minden évben adódik, főleg, hogy nyár van, és ez most a hobbimnak is jót tesz, mert rengeteg helyet kinéztem, hogy faja helyeket, amiket be lehet repülni. Megnéztem, hogy mit lehet, hogy lehet, szabályzatokat, mindent. Az elmúlt napokban azzal töltöttem az időt, és azért nem egy Metin 2-s videóban jelentem ezt be, mert ugye azzal kicsit ablettel lehet Metin 2-s videót csinálni, de nagyon gyatrát, és hát azért én is úgy érzem, hogy a csatorna minősége már annyit emelkedett, hogy nem megyünk vissza az alapokhoz. Érdekes volt, jó volt, fájn volt megcsinálni, kicsi nosztalgia, de nem hiszem, hogy erőltetni fogom. Nézem közben a kvadosok hova tűntek, mert az egyik mintha hozzám szólott volna, és meg akarom kérdezni, mit akarnak. Na mindegy. A lényeg az lenne, hogy én köszönöm, hogy itt voltatok, hogy néztek engem, és remélem, hogy mi hamarabb találkozunk. Ez a szeptember 2-ai dátum nem 100%-os, lehet egy kicsit hamarabb jövök vissza. Én remélem, hogy igen, mert akkor egy kicsit több időm maradna live-ozni. Ugye én szeptember 5-én kezdtem hivatalosan a melót, de pár órára békkel menjek, úgyhogy délelőtt nem tudok live-ozni. De délután és esténként az még 3 nap bőven belefér videózni és live-ozni. Ezeket a videókat, amiket fogok csinálni Cipruson, azokat később fogom megvágni, csak azért, hogy haladjon a live. Habár, hogyha a tableton meg tudom oldani, akkor lehet, hogy az fog háttérbe vágni, renderelni, meg mit tudom én mit csinálni, mert ugye nem kell nagy dolgot velük csinálni. Remélem. És akkor meglássuk, hogy milyen lesz. Sajnos az utolsó repülésem nem lett olyan, amilyennek én szerettem volna, úgyhogy majd kaptok belőle egy montás szerintem inkább. Összeválogatom a videókat, mert ez van. Nem jó repülni, és nem akartam a drónomat elveszteni, mert ugye nem erőltettem a repülést, hogy minden maximumot hozzam ki magamból, mert ugye most, ha felragadna a fára, és azt mondanám, hogy 3 nap leszedni, mert legutoljára 2 napomba került, még leszedtem egyen arrébb egy fáról, az most nem fér bele, úgyhogy sajnálom. Remélem, hogy tetszett ez a fajta videó, mert nem nagyon csinálok ilyeneket, ezt mint tudjátok, úgyhogy ja. Lesznek ilyenek is a csatornán, bejelentkezek majd máshonnan is, megyünk máshova is repülni, amúgy ez a kedvenc spotom. Területen mondhatni, hogy nem, mert ez nem csak egy hely, hanem hosszan fut, 3 km hosszan, de most nem akartam annyira bémenni. Még csak felfedezgetem, és ez jónak tűnt az autóból, de a drónból annyira nem. De esetleg köszönöm a figyelmet, hogyha valami kérdésed van, akkor írd le kommentbe, ha tetszett, akkor like, ha még jobban tetszett, oszd meg, ha nem tetszett, akkor tudod dislike. Köszönöm a figyelmet is, sziasztok!